одна богатая страна. Ниже народ, любящий слово нам, и многих он кормил и одевал, другим дал сам кое-что не знал. Ha egyszer mégis újra születhetnék, talán buddhista szerzetesnek születnék szívesen. És te nem haragudhatsz meg ezért rám, uram. Hiszen mi az élet, uram? Melyik élet az élet? És melyik az igazi élet a sok közül, uram? Te tudod? Te tudod, ezért mosolyogsz végül is. Amikor az erdő temeti halottait, az már az élet, uram. Nagy, szent halottunk az élet. Körbeálljuk ravatalát, megmosdatjuk őt, az életet, ráadjuk legszebbik ruháját, s hogy ne sírjunk annyit, hát azt mondjuk, az élet ravatala a világ. Vagyis akkor valami ilyesmi az örökké valóság. De nézd csak, uram! Gólya hír nő mindenütt. Gólya hír, s havasi gyopár. Havasi gyopár, s Alhanáj, a burjátok földje. Ami onnét nézve, ahol én hiszem, hogy élek, mégiscsak a világ vége. Mégis a havasi gyopárlán összeköt két világot. Csak azért, hogy sírhassunk néha örömünkben is. Ezért lennék buddhista szerzetes, uram. Hogy ezt megértsem, hogy mindezt megérthessem. Igen, talán a kelet is haldoklik már, nem csak a nyugat. De a kelet nagyobb méltósággal teszi, az bizonyos. Szent kelet vesztett boldogsága, ez a gyalázatos jelen. És ami adink mégis Párizsban járt. Holott itt szellem lakik a hegyen. Domcsuk lakik a hegyen. Az öt buddha egyike, a hit harcosa, a hegyek királya. És tudjátok, mi a varázslat? Hogyha nincs szellem a hegyen, az is mindegy. A zászlókkal megjelölt fák jelzik, szent helyen vagyunk. És ha Domcsuk régen elköltözött is, ha nem volt itt sohasem, vagy ha nincsen Domcsuk, az is mindegy, mert megvannak jelölve a fák. Hogy is mondja Buddha? Én magam szereztem meg a tudást, ki követőjének nevezzem magam. Nincs tanító. Én vagyok a senkihez sem mérhető tanító. Ezért mindegy. A megjelölt fák a senkihez sem mérhető tanítók. Ugyanis a hithez nem kell bizonyosság. A hithez éppen bizonyosság nem kell. Ahol megjelenik a bizonyosság, ott nincsen hit többé. Ezért járt Adi Párizsban. Ezért haldoklik csúnyábban, méltóság nélkül a nyugat. Én rozsakedben bóviskálok, az ős kaján vállán bíbor. Feszület, két gyertya, komorság. Nagy torna ez,
hús végtelen, és az asztalon ömlik a bor. Így haldoklunk mi, és gügyögünk is boldogan, mintha mindent tudnánk. Pedig Álhanájban, a burjátok földjén megjelölik zászlókkal a fákat. És szellem lakik a hegyen, akkor is, ha nem lakik szellem a hegyen. És havasi gyopár mindenütt. És a havasi gyopár talán Trisná. A varrónő, aki a múltat és a jövendőt összeférceli. Hallod-e, Trisná? Összefércelhetnél már bennünket is a saját múltunkkal. Mert így csak rossz zsaketben fogunk bóbiskálni, míg el nem fogyunk. Szentély a rengetegben, a szellem lábainál. Úgy hívják, Munhán. Ebben a szentélyben meditált egy hónapon át Namné Baksa láma. Namné Baksa a tanító. Egy hónapon át, étlen szomjan. Láttam egyszer Torontóban egy feliratot, egy gyors étterem hálózat reklámjára firkálták, így szólt. Mindig torkig tele, sohasem éhesen, gondolkozz. Talán elhibázta Namné Baksa a nagy tanító a meditálás helyét. Torontóban kellett volna. Ott nincsenek szellemek. Alexi leül a földre a szentély előtt. Jellegzetes szláv arcáról feltűnően hiányzik a szakáll. Alexi buddhista nőt választott asszonyául, s maga is buddhista lett. S most leül Namné Baksa helyére a porba, hiszen zarándoklaton van. Nem csak kíváncsiskodik, mint mi szegény elveszett nyugat gyermekei. Alexi tudja, szellem lakik a hegyen. És tudja a fontosabbat is, hogy nem kell erről megbizonyosodni. Hey.
tovább, csak tovább, ha már őskaján elment itt hagyott. Szál keletről, tovább nyugatra, új pogány tornákra szalad, s én feszülettel, tört pohárral, hűlt testtel, dermet vidoran, elnyúlok az asztal alatt. Szűk az ösvény oda fel a kapuhoz. Nem tudom, az élő erdőben merede felém és integet néhány halott facsonk, vagy a halottak erdejében bolyongunk már, eltévedt élők között. De mégis talán az első, ahol ennyire kézzel fogható, ennyire közeli a hit, ott nincsen már halál. A szikla emberfej, a faág sárkány. S mi túlvilági utazók. Mindante, az ember élet útjának felén egy nagy, sötétlő erdőbe jutottam, s az igaz útat nem lelém. Istenem, és nincsen már hátra a fele, a fele sem, s mi marad majd utánam, de legfőképpen miért érdekel, hogy mi marad majd utánam? Miért nem a semmi felé törekszem még itt sem? Legalább úgy, mint a nyugat buddhizmusa, az egzisztencializmus, mint Camus Rieu doktora a Pestisben. Miért jut most eszembe a hazám, a három gyerek és az asszony, akit szeretek? Miért egy szűk, girbegurba utcácska a régi Tabánban, amelyen Kródi járt valaha, és amely nincsen ma már, csak én bennem? Ki vagyok én, Szidhárta? Méltó vagyok-e? Ó, nem, nem te hozzád, de legalább önmagamhoz és az őseimhez, akik itt éltek valahol valamikor, és talán járták ezt az ösvényt, amely a kapuhoz vezet. Felej, Szidhárta! Itt, a kapu előtt felej, mert ez a kapu köti össze az eget és a földet. Ez a kapu a Sambá. Titokban járnak ide a lámák imádkozni, mert ez az egyik olyan pont a világon, ahol megnyílik az út oda átra. Látod? Te győztél, uram. Tiéd a lélek. Minden lélek. Minden sóhaj, minden megdöbbenés és minden megvilágosodás. És az áhítat is a tiéd. Odalent egy másik stúpa mosolyog a tájban. 1991-ben jött ide először a Dalai Láma. Azóta eljön ide minden esztendőben. És amikor először jött, itt ennek a stúpának helyén érintette először lába a földet. Ennek emlékére épült a stúpa buddhista hívek adományaiból. Mert ők tudják, a Dalai Láma a betegvilág egyik legcsodálatosabb embere. Nagy kár helyette Kína vállát lapogatni, csak a pénzért, csak a piacért. És mire a nyugat majd rádöbben erre, késő lesz úgy is. Mert mindig késő valamiért, valahogyan.
Azután elényt árul, Burjátföld legnagyobb obója, áldozati helye. És most joggal kérdezik, mi a különbség a stúpa és az obó között? Apróság. A stúpa tisztán buddhista szent hely. Az obó viszont a sámánizmus emléke. Igen, nyári napforduló idején a burjátok ma is eljönnek ide lámáik vezetésével, és fehér ételt áldoznak. Rist, tejet, potkát. Felét megeszik, megisszák, másik felét áldozatul elégetik. És hogy kinek? Hát ez az. Ki tudja pontosan. Mert hát íme itt van Tara képmása, aki a jóság istennője, a szentkövön pedig így szól a felirat. Om Mani Padme Hum. Vagyis, ó, a lótuszon ülő. De azért mi biztosak vagyunk benne, hogy az áldozati füstből jut az ősi isteneknek is, akiket a sámán idézett meg, errévedve táncával a tűz körül. Halljátok-e? Nézzetek körül ebben a tájban és füleljetek. A csönd mögött, az ismerős ismeretlenségben, ahol Tristá összeférceli a múltat a jövendővel, már lódobogás hallik. Hunor, Smagor, két dalia, két egy testvér, Mérót fia. Elindultak. Innen vagy a Meotiszi mocsarakból. Valahonnan, valahová. Nekik már mindegy, de nekünk a legutolsó lehetőség vadat űzni feljövének, hős fiai szép enének. Valahol. Itt valahol, ahol már nem látjuk, de talán éppen a szemünk előtt csoda szarvas legel a sztyeppén. Nemes gím. A burjátok még látják. Buddha is látja. Csak mi nem. Istenem, csak éppen mi nem. Lassan este lesz majd. A csoda szarvasunk mögött az ős kaján vágtat. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő kisajtolt. Mit akar a te nagy mámor bíztatásod? Mit ér bor és vér áldomás? Mit ér az ember, ha magyar? Ez a legutolsó kérdés. Azután már csak a szél vonyít a sztyeppe felett. Valahol a burjátok földjén, ahol otthon voltunk valamikor.